estét, eredményes szép és Balatonparti gólokban gazdag kézilabdát. 6 nap leforgás alatt 3 idegenbeli mérkőzés Békés Csabán, Egerben és Vácott. Ennek a sorozatnak a második állomása a mai Esterházy elleni bajnoki, mert a KNT női kézilabda liga 9. fordulójából hoztak előre a nemzetközi kupa szereplés miatt. A mai összecsapás egyben a szombati Vác elleni EHF kupa mérkőzés főpróbája is lehet. Őszi Ádámot hallják, tartsanak velünk. Közben láthatjuk a mérkőzés első lövését és első védését, ezúttal nem Szia Szolberg, hanem 16-ussal Denis Adedu kezd a gólvonalon siófoki részről. Buzsáki. Buzsákival szemben a falt. Sári végzi el a szabadot. Ő az Esterházy házi gólkirálynője. 37 találattal előkelő helyen az NB1 gólövelistáján is. A második helyen Krüpes Lezák mögött. Az első sárgalapos figyelmeztetés Geiger Melinda kapja. Buzsáki és Petrovics összjátéka. És Hentzwickkel az, aki ellépi. Robokat Camille Austin, aki már is zicserben, és az ejtés is tökéletes. 1-0 ezzel vezet a Balatonparti együttes. Camille Austin a vártnál eddig, talán kevesebb gólt szerzett csapata eddig 5 bajnokián. Ez volt a 11. találata az új szezonban. Buzsáki Petronovics le a szélre Sallainak. Petronovics újból Buzsáki. Hentzwickkel, vele szemben a szabálytalanság. Harmadik percbe fordulunk, továbbra is 0-1-es vendégelőny. Ez a labda jó a szélre. Az ejtés viszont kijön a kapufáról. 11-essel Sallai Nikolett próbálkozott. Mirová, Geiger betörése és gólja, mely egy sárga lapot is von maga mögött, és Geiger fogja a combját. 92-esen játszó, Hentzwickkel Zsanett az, aki besárgult, 0-2. És hát ahogyan számítani lehetett, több kulcsjátékosát is pihenteti egyenlőre Torodvár Moen. Megvan az első hazai találat. Sallai második próbálkozása már gól. Esztelen Zaminko, Geiger. Vele szemben szabálytalankodnak. A szezon első mérkőzéseit figyelembe véve sem Mirová, sem Geiger, sem pedig Dedu nem tartozik jelenleg az alapemberek közé. Geiger, Enzaminko, Drávik nem tudta összeszedni a labdát, marad az 1-2-es mérkőzés állás. Petrovics, jár a szabaddobás, szélen egyébként Bocsi Szonya lett volna címzett, első labda érintés. Sári, 37 góljából 16-ot 7 méteresből szerzett. Jó a cselek, jó a betörés és a befejezés is. 9-essel Petronovics a gólszerző. 2-2 ezzel, és a mérkőzés első 2 perces kiállítása. 94-essel játszó Buzsáki Nikolett kapja. Aki ugyebár kézilabdázott Siófokon is, csak úgy, mint további 2 kerektag egri részről. Siófok saját nevelési játékos, ugye Bretner és Tóth, előbbi a mezőnyben, utóbbi pedig a kapuban a gólvonalon kaphat helyet. Mirová Enzeminkónak, Enzeminko le a szélre honfitársának, Camille Austinnak. Enzeminkot rakták ki a partvonalon kívülre, a labda már Geigernél. Geigerrel szemben a falt, szép védekezés hazai részről. Ne feledjük, hogy ember előnyben most a Balatonparti együttes. Drabikkal szemben a határozott és kemény védekezés. Mirová, passzív jelzés és egy védés.
Egy védés, egy sárga lap, és ha sárga, akkor 7 méteres is kell, hogy következzen. Kovele Tamara kapja a sárga lapot, Enza Minko pedig érkezhet a 7 métereshez. Vele szemben 29-essel Györfi Alexandra. Esztel Enza Minko 11-ből 10-et belőtt eddig a szezonban. A büntető érvénytelen, Békés Csabán ugyanígy, rontott a francia klasszis. Sallai, Sári, az ő hatástalanítása mindenképpen kulcs lehet, de alaphangon ezzel a mérkőzéssel nem lehet problémája Torodvár Moen tanítványainak. Sári első lövése, sárgalapos figyelmeztetés Mirovának. Marad a 2-2, és 15 másodpercen belül kiegészülhet a hazai együttes. Az a hazai együttes, mert 3-2-re akár vezethet is, ha Sári belövi a 7 méterest. 20-ból 16-at értékesített eddig. Denis Adelu beleér, a labda viszont vepereg a hálóba. Tehát a 7. percben járunk, amikor átveszi a vezetést a hazai együttes. Egy eladott labda, üres volt a kapu, de Dedu már futott vissza. Kísérletesen hasonlít ez az összecsapás eddig a vasárnapi Békés Csabai ellenire. Azon a mérkőzésen is gólokkal kezdett a Siófok, majd följött a hazai csapat, és egészen az 50. perc környékéig vezetni is tudott. Hát akkor arra azt mondtuk, hogy meglepetés volt. Itt még nagyobb meglepetés lenne, valami hasonló forgatókönyv Kuzsáki Petrovicsnak. Kettejük összjátéka. Petrovics hagyja a labdát, melyet Drabik szed össze. Egyenlő létszámban a felek a pályán. Mirova, Drabik vissza Mirovának. Megtalálják a társa Camille Austint, akinek az ejtése nem jó. A felső lécről kifelé jön a labda, nincs tehát egyenlítés. A mérkőzés játékvezetőinek a nevével még adós vagyok. Réti Tamás és Szedmák Márton fújja a sípot. Ezen az összecsapás, amelyet ugye a 9. fordulóból hoztak előre. Denis Adedu védése. Meglátjuk, hogy mennyit ér majd a labda, ugyanis marad az Eszterházinál. Ezt a mérkőzést egyébként az Edetem torna csarnokában rendezik. Ez az NB1 újoncának hazai pályája. Buzsáki Petrovics. Petrovics ejti el, belenyúlnak a szemébe. Petrovics elhajlásból, Denis Adedu lába között, 4-2 ezzel. Petrovics az első duplázó a mérkőzésen, Mirova ott a rés a védelemben, és ott van az újabb találat. Tatjana Mirova harmadik bajnoki találata mindössze, annak ellenére, hogy a felkészülés során a harmadik legeredményesebb balatonparti játékos volt. Az első 5 fordulóban azonban viszonylag kevés játékpercet kapott Torodvár Moentől. Jár a szabaddobás. Hátrébb parancsolta a játékvezető a siófoki védőjátékosokat, akik egészen kilépnek. Megvan a labda, lehet menni az egyenlítésért. Jó a passz, Camille Austin újból zicserben, ezúttal nem hibázik. A labda a jobb alsó sarokban, 4-4 ezzel. Ahogyan a túloldalon Petrovics úgy vendég részről, Camille Austin is 2 gólos. Megnyitja védekezését a Siófok. Sári, Petrovics le a szélre. Sallaitól jön vissza a labda. Gyönyörű megállító fal Enza Minkótól. Jó a blokk.
a lepattanó labdát, viszont megszerezte a lövőjátékos Petrovics. Kuzsáki Geigerrel szemben. Sallai lő, ez most fölé megy. Vissza lehet venni a vezetést, mely 2-0-nál megvolt. Geiger, Mirova hagyja el a labdát. Nem egészen értették egymást a társak, illetve nem volt tökéletes a kivitelezés. Debre Viktor csapata ugyebár újonca a magyar élvonalnak. Az Eger 3 szezon után jutott vissza a legjobbak közé. Drávikot sikerül megjátszani, gyönyörű a lefordulás, a befejezés azonban hibázik. Györfi Alexandra neve mellé húzhatunk be egy újabb védést. Marad a 4-4, a labda viszont megvan. Geiger. Drápik répet lávon arra. A találat érvénytelen. 11. percben járunk. Eszterházi Siófok 4-4. Ez a pillanat, amikor hazai időkérés. Debre Viktor tette le az időkérést jelző kártyát. A csapatok már a pályán, Debre Viktor még a remekű játszó Petrovicsnak oszt pár külön tanácsot egyénre szabva. Réti Tamás pedig megfújja a sípot, folytatódhat a találkozó. 11. percben járunk. 4-4-es mérkőzés állás, Sári. Le a szélre. Bocsi tovább. A játékvezető visszarendeli a szabadot. Sári végzi el. Kuzsáki. Petrovics. Elgaui a pályán. Ő is azok közé, játékosok közé tartozik, akiknek nagyon-nagyon kevés játékperce van eddig a szezonban. A posztján beálló pozícióban két posztriválisa is van ugye. Joanna Drebik és Katarina Jezsic személyében, Denisa Dedutól közben egy védés. Újbóli lehetőség a vezetés megszerzésére, Enze Minko. Megvan a labda Elgauinak, aki belövi a lehetőséget 5-4 ezzel. Vezet újból a vendég együttes. Elgaui harmadik találata. Egyedül is siófoki játékosként, ugyebár ott volt a magyar válogatott keretében, és játszott a két Montenegro elleni mérkőzésen, melyből egyet megnyert, egyet pedig elveszített. Kim Rasmussen csapata. Kobella tovább Petrovicsnak, Petrovic Hanzwickelnek. Sári. Le a szélre Sallainak, Petrovic. Egy újabb védés Dedutól. Nincsen sípszó. Lehet menni, lehet növelni az előnyt. Enze Minko. Vele szemben szabálytalankodnak, a gól érvénytelen. Az Eger a 2013-14-es szezonban mindössze egyetlen egy évet töltött az élvonalban. Azt a szezont 26 alapszakasz mérkőzéssel, majd 4, illetve 26 alapszakasz verességgel pont nélkül, majd 4 darab rájátszás verességgel szintén pont nélkül zárta. Akkor nem sikerült megőrizni tehát az élvonalbeli tagságot. Az idei szezonban azonban még nagyon sok van, viszont egyelőre nincsen pontja az újoncnak. Mirovával szemben a szabálytalanság. Ebből adódóan nem lehet hosszas NB1-es múltja a két csapatnak, passzív jelzés a játékvezetőktől. Enze Minko honfitársának a szélre, Austinnak. Szabaddobás következik. Mindössze tehát a harmadik egymás elleni bajnoki mérkőzés, az eddigi mérleg, 2 siófoki győzelem, 2 nagyon sima meccsen. Újból elveszik a találatot. Drabik második gólja, amit elvesznek. Mondván a vonalra lépett a beállós. Maradt tehát a 4-5-ös mérkőzés állás, akkor, amikor a 15. percbe lépünk. Petrovics. Jó a blokk. Nézzük a hosszú indítást. Kamil Austin összeszedi két emberrel a nyakán, és be is lövi. Kamil Austin 3 gólos, ezzel a mérkőzés legeredményesebb jelenleg.
4-6-os mérkőzésállás. Hazai részről Petrovics Sallai, valamint Sári talált eddig be. Petrovics nagyon aktív eddig a mai mérkőzésen. Sári végzi el a szabadot. Kovela vissza Petrovicsnak. Drabikot figyelmeztetik a játékvezetők. Petrovics mutatja a figurát. Kovela. Jár a szabaddobás. Igaz, lövés közben már nem volt kontakt, de nyilvánvalóan kibillentették a hazai játékost az egyensúlyából. Petrovics, megvan a labda. Sikerült lehúzni a szélre, azonban Sallai már futott vissza. Pirova. Kamil Austint egyelőre megtalálják a társak ezekkel az ejtett passzkísérletekkel. Talán a védő játékosának kellene jobban zárni azokat a területeket. Austin. Mirová. Le a szerrebőm első kísérlete és első találata 4-7 ezzel. Simone Bőme 21. bajnoki találata. Kovela. Kovela lőden üsz a dedu pedig hárít. Eddig remekül játszik román válogatott hálóőrünk. Enza Minko. Ez a passz most nem volt jó Elgau irányába. Egyszerre a pályán egyébként Elgau és Drabik. Petrovics. Kovela. Kovela lő. Fölső lécről pedig a plafont érintve jön vissza a labda. Nyolcassal támadásban pályán Andrej Janusevics. Austin. Mirová. A labda Enza Minkonál, aki irányítóban bemutatja a figurát. Drabikkal a váltás. Janusevics. Mirová. Mirovával szemben a szabálytalanság. Az orosz kiválósága most érezthetik a hazaiak, hogy pályán van. 4-7-es mérkőzésállás. Drabik. Mirová. Passzív jelzés a játékvezetőktől. Mirová tovább Janusevicsnek, aki le a szélre Bőmének. Bőme lövését pedig Györfi hárítja. 2-1. Már ami Bőme mutatóit illeti. Petrovics. Pályán 42-esebb Bretner Zsófia. Említettem, a Siófok saját nevelésű játékosa. Tavaly Budaörsön kézilabdázott, idén pedig az újonc Eszterházi játékosa. Petrovics. Bretnernek 7 bajnoki találata van. Petrovics. Bretner. Ez bizony belemenés. Marad a 4-7-es mérkőzés állás. És egy sikeresen végigvitt akcióval duplájára lehet növelni a hazai találatoknak a számát. Már ami a vendéggólokat illeti. 19. perc, 4-7. Janusevics. Elgaival nem értették egymást, illetve Elgainál nyúlott a mezt. Talán a kezet is fogták egy picit. Jezsics jött védekezésben. A gól érvényes. 92-essel Hans-Rikkel Zsanett iratkozik fel a gólszerzők közé. Austin, Enza Minko, Mirová, ezúttal az orosz mutatja a figurát. Janusevicstől kapja vissza a labdát, Enza Minko,
Mirová, Janusevic, le a szélre Bőmének, nem túl jó a passz. A lényeg, hogy megvan Janusevic, vele szemben a szabálytalanság. Janusevicnek ugye a tavalyi szezonból volt egy komoly térsérülése, szerencsére abból sikerült fölépülnie. És Torodvár Moen az, aki időt kért ezúttal. A 20. percben járunk, Eszterházi Siófok 5-7. A játékvezető megmutatja, hogy honnan kell folytatni a játékot. Mirova az, aki útjára indította a labdát, visszakapja Janusevictől, majd Enzeminko, újbok Mirova. Elgaui, Enzeminko, Mirová. Ugye a csapat házig gól királynője, 37 találatot jegyző Kobetic, egyenlőre nem kapott játékpercet, de talán nem is kell ma játszania, ha a társak tudják hozni ezt a mérkőzést. És hát jó lenne, ha ezt a Enzeminko is tudna pihenni. Jó a lövés, csípő mellől, Mirová gólszerző, 5-8 ezzel. Mirovának ez volt a második találat. Ugye a beköszönőben említettem azt, hogy hétvégén egy nagyon fontos mérkőzés vár a Siófokra. Az ellen a Vác ellen, melytől már kikapott a bajnokságban, ráadásul hazai pályán hatalmas meglepetésre. A Felek az EHF kupába játszanak oda visszavágós párharcot, az első mérkőzést Vácot. Szombaton 15:30-as kezdettel azt a mérkőzést majd a Sport 1 közvetíti. Újabb védés Györfitől, de 7 méteres jár. Szabálytalankodott, ha minden igaz, 92-essel Hanzwickkel. Egyet már belőtt, a másodikat viszont kihagyja, illetve igen, belőtte az elsőt Enzeminko, de ugye a játékvezetők érvénytelenítették, tehát 2-0 eddig. Bretner, Petrovic. Bretner lő, erő volt a lövésben, helyezettség azonban már kevésbé, Tedu hárított, jó a passz és jó a befejezés is, Elgaui a gólszerző. És most bizonyíthatnak Siófokon azok a peremberek, akik egyelőre kevés játék lehetőséget kaptak Torodvár Moennek, hogy bizony-bizony lehet rájuk számítani, lehet ezt a csapatot robban rotálni. Pályán közben négyessel bíró, aki el is hagyja a labdát. Gyermetek hiba, mind a két oldalon. Közben Elgauinál sem tapadt a játékszer. Közben jelentem, hogy a 32-essel Andrea Kobetic az, aki melegít. Ugye, aki lemaradt volna a szezon elejé történésekről, illetve a nyári történésekről. Fenez is férjhez ment, és most már Kobetic néven. Tiszteletjük őt a pályán. Bíró, Petrovic, Hanzwickkel, Enzeminko szerzett volna a labdát. A támadás joga marad a hazai csapatnál. Túl vagyunk 22,5 percen, 5-9-es vendégelőny. Bíró, Elgaui kér elnézést, Dedu pedig visszaadja a labdát. Petrovic Hanzwickkel. Ez a passz nem jó, Elgaui olvasta, illetve csak föl kellett tenni a kezét, gyakorlatilag belenyúlt a passzsávba. Eszter Enzeminko a gólszerző, neki az első találat ma. Ezzel utoléri a házi góllövő listán Andrea Kobeticet. A 45-össel a szélen Vörös Simonetta. Sári Hanzwickelnek. Bíró pedig elég rossz passzal, de a társnak sikerült megmentenie. Bíró Hanzwickkel vissza bírónak. Borbély, ő mentette meg az imént a labdát, ez sem volt túl jó passz. Bíró eddig nem túl jól száll be a mérkőzésbe. Bíró lő, Dedu hárít. Elmúlt 10-12 percben nem nagyon jönnek a hazai gólok.
4-3-ra még az Esterházy vezetett, most 5-10 az eredményjelzőn. Mirová Kobeticsnek, akinek ez az első labdaérintése a mai meccsen. Torodvár Moen ezek szerint úgy gondolja, hogy teljesen nem lehet pihentetni kulcsjátékosait. Nincsen újabb vendéggól, lehet viszont újabb hazai. Bíró. Mirová védekezik a szaggatotton kívül, Borbély. Petrovics kapott most egy kis pihenőt. Egy picit talán túl is játszották őt a társak. Petrovics remekül kezdett, Sári pedig a góljai számához képest egy picit szürke. Sári Barbara egyébként remek mutatókkal bírt az NB1-B szezonokban. Ugye a keleti csoportot nyerte meg nagyon nagy magabiztossággal az Eger. Labdaszerzés közben Janusevic. Sári Barbara az előző három szezonban 203, 225 és 198 gólt jegyzett az NB1-B-ben. Persze természetesen a Kántenői Kézilabda Liga, az élvonal, az egy teljesen más kávéház. Ennek ellenére az a 37 gól igencsak megsüvegendő, annak ellenére is, hogy abból 17 darab, illetve 16 hétméteresből született. Jár a szabaddobás, a labda Hirovánál. Janusevics vissza Hirovának, Kovetics. Janusevics le a szélre, Bőmének tökéletes a szög, de szabálytalankodnak vele. 96-ossal, Borbély Márta volt a vétkes, jár a büntető. Kevesebb mint 5 perc az első fél időből, szépen elcsorogtak a játékpercek. Ezúttal nem Enza Minko, hanem Kobetics áll oda, aki nagyon maga biztosan a bal alsóba lő. A házi góllövő listán ezzel újból Kobetics áll jobban. Borbély Hanswickelnek. Újból pályán Petrovics. Nála most a labda. Petrovics talpról. Denis Adedu hárít. A játékvezetők pedig a hazai csipapatnak ítélik a labdát. Mirová nagyon ragaszkodik ahhoz a játékszerhez. A játékvezetők viszont mutatják, hogy az Eger jöhet. Petrovics Borbélynak, Borbély Hanswickelnek. Ugyanez a labda útja visszafelé. Vörös tovább, Petrovics, Sári. Sárival szemben a szabálytalanság. Borbély, Petrovics. Jó váltás Borbéllyal, aki elhagyja a labdát. Vörös azonban összeszedte. Meg lesz-e végre az a hatodik hazai találat? Jó a beforgás. A játékvezető azonban észrevette a szabálytalanságot, egy technikai hibát. Hosszú indítás közben már újból helyzetben az Esterházy. Ezt most Sári belüli. Sikerül elmozdulni 5 gólról, 6-11. Sári második gólja. Elgaui. Mirová. Janusevics, Mirová, majd pedig Kobetics. Mirovával szemben a szabálytalanság. Elgaui végzi el a szabadot, Mirová. Ez a labda sem jó Elgauinak, de hát két kézzel fogták. Janusevics, Kobetics, na egy nagy lövés. Nagynak nem volt olyan nagy, de gól. Szépen helyezett találat. Györfi rajta volt, de nem tudott hárítani. Kobetics percek alatt összelapától 2 gólt. Ő volt az a játékos, aki ugye Békés Csaván gyakorlatilag az utolsó percben lőtt góljaival dönteni tudott, de egyébként egy nagyon szürke mérkőzése volt. Petrovics.
Ha valakit ki kellene emelni siófoki részre a vasárnapi Békés Csaba elleni bajnokin, miközben egy újabb gól hazai részről, Kocsi Szonya a gólszerző, neki még nem volt, akkor azt mondanám, hogy Johan Rabik volt az a második félidőben, akitől jöttek a gólok. Öt találatot jegyzett a második felvonásban, és remekül védekezett. Mirovák Kovaticsnek. Jelenleg nincsen egyszerre a pályán Enzaminko és Kobetics. Két kulcsjátékos közül egy folyamatosan pihen. Jánusevics Kobetics. Kobetics lő, és ez is benn van. Rá kell jönni a hazai játékosoknak. Ha nem lesz ott sánc, és hagyják lőni Kobeticset, akkor ez a forgatókönyv meg fog ismétlődni újra, újra és újra, addig, amíg lövőkedve van a horvátnak. Belül közben az utolsó percen, már ami az első fél időt illeti, mindössze 20 másodperc, ennyi van hátra. Lesz-e vajon még találat? A labda Sárinál, Hanzwickel, vissza Sárinak, le a szélre. Bocsi. 6 másodperc, Borbély lő, Denisa Dedu véd, na még egy lövés. A hosszú indítás jó, a labda azonban már a Dudaszó után hagyja el Elga új kezét. Egy félidőnyi játék után tehát Eszterházi Siófok 7-13 a Kántánői kézilabda liga 9. fordulójának előrehozott mérkőzésén. 15 perci szünet után jövünk vissza a második félidővel, tartsanak akkor is velünk. A csapatok újra a pályán a szünet után, a mérkőzés 7-13-as állásról folytatódik. Első labdaérintéseit láthattuk Periánunak, majd pedig 99-essel Gonzáleznek. Enzaminko. Ő kezdett ugye a mérkőzés elején, mármint Enzaminko, és Kobetics pihent, majd a félidő végén jött Kobetics, és Enzaminko kapott egy kis szünetet. Kovetistől láthatunk egy kisebb fajta nehéz bombázást az utolsó percekben. Még ha annyira nagy találatok nem is voltak. Percek alatt 3 gólt szerzett a horvát klasszis, meg lesz-e a labda. Periánu szedi össze. Passzív jelzés a játékvezetőktől, Enzaminko megy föl. És lő a kapuba. Ezért nem szabad sem őt, sem pedig Kovetitset lőni hagyni. Hatalmas potenciál rejlik a kezükben. A gól érvénytelen túloldalon. Sári, Petrovics Buzsákinak. Hanzwickel. Petrovics vele szemben González. Jár a szabaddobás. Az első félidőben Dedu védett, most viszont Solberg a gólvonalon. Hazai oldalon nem sikerült, illetve nem cserélt. Kapus Debre Viktor, Solberg egy védéssel mutatkozik be. González Enzaminko, Drabiknek a labda, elütik a védők, összeszedi González. Periánu. Austin, vissza Periánunak. Enzaminko, González, vissza Enzaminko. Ez a passz nem jó. Veriani adta volna Drabiknak. Petrovics. Talán hazai részről eddig a mérkőzés legjobbja. Jó a lőtt passz Petrovics. Kié lesz a labda, Veriani szedi össze. Enzaminko. Drabik. Kié lesz a labda. Végül a játékvezetők úgy döntenek, hogy Drabik végezhet el egy szabaddobást. Enzaminko Gonzáleznek. Periánu, Drabik. González le a szélre, Böhme pedig a gólvonal mögé. Simone Böhme második gólja. Hát
34 percnyi játék után Eszterházi Siófok 7-15. Azt nem mondhatom, hogy hatalmas iram lenne a mérkőzésen. Hentzwickel Petrovics. Szélre szánt paszba Böme nyúlt bele. Oldaldobás után már Sári. Buzsáki tovább Petrovicsnak. Nincs kinek passzolni, szép védekezés, passzív jelzés a játékvezetőktől. Buzsáki lő, és talán Joanna Drabik kezét is érintve a labda a hálóban. Buzsáki a gólszerző, közben a túloldalon már Drabik az, aki lő. Belülvédekezés 7 méteres. Ki fogja lőni? De Kobetics egyből egyet belőtt. Enzeminko eddig 2-ből 0. Kobetics érkezik. Kobetics vagy Györfi, Györfi vagy Kobetics. A horvát nyer. A labda a bal alsóban. Kovetics alig pár játékperccel, 4 góllal a mérkőzés legeredményesebb játékosa, 8-16 ezzel. Petrovics Hanzwickel, Sárival a váltás. Sárinak jut oda Enzeminko. Hanzwickel, Buzsáki majd Petrovics, Buzsáki kapja vissza. Petrovics. Sárival szemben a szabálytalanság. Sári Drabik és Perjánu gyűrűjében próbálkozott befordulni, labdát szerezni és gólt lőni, passzív jelzés közben a játékvezetőkből. Petrovics, ez a passz nem jó. Perjánu szedi össze. Perjánuval szemben pedig Sári szabálytalankodik. Jól lőtt passz González Bőmének. Böme ezt is belövi. Simone Böme remekül kezdi a második fél időt 2 góllal. 8-17 az eddigi legnagyobb különbség, 9 gólos differencia. Az Egernek ugyebár 5 veresége van a nyitó fordulóban. Az Értől kaptak ki egy igen meglepetés szagú mérkőzésen. Az 50. percben ugyanis még vezetett az újonc. Közben Böme Enzeminkónak, aki bepattintja a labdát, és egy-két percet is kiosztanak Bretnerre. Bretner kap tehát egy kis extra pihenőt. 8-18-as mérkőzés állás, 10 gólos különbség a két csapat között. Az Érd elleni verességet követte egy MTK elleni szoros 4 gólos fiaskó, aztán a magyar Mosonmagyaróvár ellen nem volt meccsben az újoncegér, az Alba Fehérvár 17-tel nagyon simán elverte őket, legutóbb viszont a Budaörs ellen 7-tel is vezetett Debre Viktor csapata, mely végül így is vereséget szenvedett 33-31, de azt a mérkőzést egyébként nagyon sajnálhatja az újonc. Passzív jelzés újfent. Hanzwickel Zsanetta szemben a szabálytalanság, Petrovics. Nincsen passz lehetőség. El is hagyja a labdát, Enzeminko robokat. Egy az egyben Zitzerben. Ez a pattintott labda is a hálóban köt ki. Nyúlik a különbség és Debre Viktor időt is kér. A második félidőben egyenlőre 29-esen játszó Györfi Alexandra részéről nem jönnek a védések. Egy kapus csere is
opció lehet, ugye 1-essel Leiner Bernadett, vagy 16-ossal a tavaly még a siófoki utánpótlásban játszó Tóth Alexandra érkezhet. Debre Viktor időkérését követően pedig 8-19-ről folytatódik a mérkőzés. Az a találkozó, melynek a 38. percében járunk. Továbbra is ember hátrányban a hazai együttes Brettner kiállítása révén. 35 másodperc még a forból Hentzwickel Petrovicsnak. És egy gól. 25-össel Obela Tamara a gólszerző, ember hátrányban talál be. És ahogyan sejtettem, azt a bizonyos kapuscserét meg is érkezett. 1-essel Leiner Bernadett az, aki egyből egy védést is bemutat. Sallai Kobelának. Hentzwickel pedig Petrovicsnak, aki mutatja a figurát. 26-ossal a pályán Sári. Kiegészül ezzel az Eszterházi. Kobela Hentzwickel. Sári. Vissza Kobelának. Szépen csorog most a labda. De szépen védekeznek a vendégjátékosok is. Sarokdobás következhet, a játékvezető azt jelzi, hogy blokkoló újat ért a labda. A hátralévő valamivel több mint 20 percnek talán az lehet a fő kérdése, hogy sikerül-e esetleg visszalopózni a 10-en belőle az Egernek. Egyértelmű szabálytalanság. Kobela Tamara volt az, akit meglöktek dobás közben. Hentzwickel Petrovicsnak, aki bemutatta a figurát. Kobela, passzív jelzés. És egy lépés. Enzeminko le a szerre. 47-essel Sárosi Nanetta hibázik. Ez lehetett volna Sárosi Nanetta első gólja. Az idei kiírásban 5-össel közben hazai részről Juhász a pályán. 9-essel érkezik Petrovics. Ezúttal Kobela az, aki mutatja a figurát. Eltelik 10 perc a második félidőből is. Kobela lő. A kapufáról kipattanó labdát Enzeminko szedi össze. Periano és Enzeminko összjátéka. González megjátsza Drabikot. Rabikot ma beoltották a gól ellen, amiben volt, azt elvették gól, mert vonalra lépett, a többi lehetőség pedig kimarad. A találat érvénytelen, már szólt a játékvezetői síp. Maradt tehát a 9-19-es mérkőzés állás Petrovics. Kobela vissza Petrovicsnak, Hentzwickel, jó váltás Juhász. Kobela, Petrovics játszaná meg. Juhász Renátát, ez azonban nem jött össze, Enzeminko robog és elhagyja a labdát, de löknek rajta egyet. 13-assal föl is tette a kezét Bocsi Szonya, ő volt a vétkes. 42-essel jön védekezni Brettner. És Periánujék mutatják, hogy valami nem stimmel a labdával. Lehet, hogy túl sok rajta a vax. Első lépései a pályán. Már ami a mérkőzést illeti, hiszen a társakkal együtt melegített Jezsics. Eddig Elgaui és Drabik játszott. A három beálló közül egyébként Katarina Jezsicsnek van a legtöbb gólja. Elgaui 4 gólos. Drabik 11 gólos, Jezsics pedig 14 találatnál jár. González. Periano vissza Gonzáleznek. Enzeminko. Jezsics. Húzzák, vonják. Katarina Jezsics nagyon szúrósan nézett vissza 25-ösen játszó Kobelára.
folyik ott a harc rendesen. Második kísérlet és benn van, kérem szépen, 47-essel. Sárosi Nanetta első NB1-es gólját látjuk az idei szezonban. Hatalmas mosoly a fiatal szélsőtől, aki Enza Minkóval pacsizott egyet, 9-20 ezzel. Immáron a 43. percet kezdik meg a csapatok. Szolberg védés, Geigertől egy hosszú indítás, Sárosi Zitzerben, és az ejtés is benn van. Egymás után két sárosi gól, hatalmas mosoly. Kilenc-huszonegy. 12 gólos differencia. Ott van egyébként még a padon, a szintén saját nevelésű Barkóczi Dorina is. Hanswickel Petrovic. Petrovic most nem adta a labdát Juhásznak. Sallai Petrovicnak, Petrovic Kobelának, majd kapja vissza. Kobela lő. Ez most mellé zúg. Az Egernek még egy. Torodvár Moennek viszont még két időkérési lehetősége lesz. Ezt most Enza Minko lépi el, csak sérülés ne legyen belőle. Nagyon nyúlt a labdáért González. Millivédereken múlhatott, hogy nem tudott beleérni a gólszerző 11-esen játszó Sallai Nikolett. Második gólja ez a hazaiak játékosának. Megvan a tizedik egri találat. Le a kalappal egyébként a hazai kemény mag előtt, mely a mi oldalunkon a bal alsó sarokban foglal helyet, és tényleg remek hangulatot varázsol ebbe a kis csarnokba, melynek körülbelül 300 fő a befogadó képessége. González az, aki az újabb siófoki gólt jegyzi. Ha minden igaz, neki ma még nem volt, összességében 13-nál jár a bajnokságban. 10-22. Hanswickel. Ez is mellé megy. Ezúttal 92-essel Hanswickel próbálkozott. Periano. González. Enza Minko. Enza Minkóval szemben a falt. Úgy gondolom, hogy a különbségnél sokkal fontosabb az, hogy mennyit tudnak pihenni az EHF Kupa mérkőzésre a Siófok kulcsjátékosai. Mint mondottam már korábban, szombaton 15 óra 30-kor lesz az EHF Kupa párharc odavágója Vácott. 6 nap alatt 3 mérkőzés, jár a szabaddobás. Periano, Enza Minkónak nyúlania kellett és ugrani is. Passzív jelzés a játékvezetőktől, Enza Minko gyönyörű cselek, és a befejezés is jó. Enza Minko 4 gólos, csak úgy, mint Kobetic. Vajon eljön-e az a pillanat, amikor sem Enza Minko, sem pedig Kobetic nem lesz a pályán? Lesz olyan pillanat, hogy például egyszerre pályán lesz Sárosi és Barkóczi. Juhász, Kobela, Petrovic. Hanswickel. Megtorpan az akció egy pillanatra. 13 gólos különbség, ez az eddigi legnagyobb egyébként. Petrovic. Egyet pattint, megjátszaná Sárit, illetve nem is Sári van most ott beállóban, hanem 11-essel Sallai. A labda a Siófoké, tovább lehet növelni a különbséget. Torodvár Moen ad instrukciókat közben a padnál Simone Bőmének. González passzol Enza Minkónak, aki adja tovább Periánunak. Újból González, jó váltás Enza Minkóval, le a szélre Geiger, aki hatalmas lövés ereszt el.
fejbe találja Leinert, megy is oda a bocsánatot kérni. Le a kalappa Leiner Bernadett előtt. Ez egy pitangerős lövés volt. Kilencvenhatossal Borbély a pályán, ő mutatja be a figurát. Hanzwickkel, jó váltás Juhász, újból Hanzwickkel. Kobela. Szépen csorog a labda. Solberg véd, jár a szabad dobás. Borbély. Kobela. Hanzwickkel. Újabb szabad dobás, ezúttal Juhásszal szemben a falt. Valamivel kevesebb, mint 13 perc van a mérkőzésből. Újabb passzív jelzés. Nagyon sokadik a mérkőzésen. Jó a blokk. Ez csemege volt Solbergnek. Enzeminko roboghat. Összezárnának előtte. Ez azonban nem jön össze. Enzeminko a gólszerző. A maga 5 találatával a mérkőzés legeredményesebb játékosa. És 40-40 találattal Kobeticsel a Siófok legeredményesebb játékosai. Újabb időkérés Eszterházy oldalon. Debre Viktor kihasználja utolsó időkérési lehetőségét. Debre Viktor időkérését követően folytatódjék tehát a mérkőzés, melyből kereken 12 perc van vissza. Több időkérési lehetőség hazai oldalon már nincsen. A labda Kobelánál, ő passzol Borbélynak. Borbély Hanzwickelnek. Jár a szabad dobás. 10-14, ez az eddigi legnagyobb különbség. 10-24 elnézést. Borbély, egy pici tanácstalanság. Hanzwickel találta meg. Kobela, Borbély, Borbély lő, Sorber pedig olvasta. Nincsen meg a 11. hazai találat, Kobetic, Mirová, és valaki jogtalanul használta azt a területet, ahol nem lehet futkozni, de ahol csak a kapus tartózkodhat, a hatost. Talán Geiger volt az. Borbély. Kovela. Apró falt, jár a szabad dobás. Juhász végzi el. Újból Kobela. Sallai. Ő forog egyet Geigerrel. A labda közben Hanzwickelnél. Jó a blokk. Kobetic szedi össze a kipattanót, Mirová robog, két védővel a nyakán, jár a szabad dobás, a gól érvénytelen. Talán nem kellett volna ebbe belefújni, marad a 10-24. Mirová mutatja a figurát, Janusevic Mirová, jó váltás Jezsiccsel. Mirová. Kovetic. Jezsics a földön, jár a szabad dobás. Beléptünk közben az utolsó 10 percbe. Ennyi van mindössze vissza a két csapat összecsapásából a 9. forduló előrehozott mérkőzésén. Mirová úgy dönt, hogy egyedül. Először bemutatott egy paszt a szélre, majd nem vállalta el. 10-25. Solberg védés a túloldalon. Szia Solberg egyenlőre 3 dalab találtot enged a második félidőben. Csárosítól pedig egy újabb erdés. Csárosi Nanetta 3 gólos.
És azt hiszem, hogy a 10 perc elzerőt föltett kérdésre megkaptuk a választ. Nem fog tudni visszajönni 10-en belőle az Eger. Különbség ugyanis, gólról-gólra egyre nő. Azt nem mondani, hogy hatalmas gólparádét rendez ezen a mérkőzésen a Siófok. Mindössze annyit adnak ki magukból a balatonparti lányok, amennyi ennek a mérkőzésnek a nagyon magabiztos megnyeréséhez kell. A hazai támadógépezet nagyon-nagyon akadozik. González Mirova nem sikerül rendeződni. Jezsics kezében pattogott a labda. Jár a szabad dobás. Szabálytalankodtak a horvát válogatott beállóval szemben. Geiger Janusevic, majd pedig Mirova, Kovetic. Jó váltás Jezsicssel. Kovetic Jezsicsnek. És Jezsics a hálóba. Katarine Jezsics is feliratkozik a gólszerzők közé. Ő volt a 10. balatonparti kézilabdázó, aki betalált ma. Hazeli oldalon 6 gólszerző osztozik a 10 találaton. Borbély tovább. És egy újabb technikai hiba. Kovetic. Vendég időkérés, Torodvár Moen tette le azt a bizonyos zöld kártyát a zsűri asztalra. Mindössze 7 perc, 2 másodperc, ennyi van vissza a mérkőzésből. Torodvár Moennek ezt leszámítva lesz még egy időkérése. Torodvár Moen időkérését követően folytatódik a mérkőzés. 53 percnyi játék után az eredményjelző 10-27-et mutat. Nagyon magabiztos siófoki előny tehát, ahogyan erre számítani lehetett. Jezsics passzol Kovetićnek, Kovetić le a szélre. Csáros vissza Kovetićnek. Janusevic megy föl és lő egy hatalmas gólt. Nézem közben, Janusevicnek még nem volt gólja. Újabb siófoki gólszerző tehát. Markócit leszámítva Periánunak és Drabiknak nincsen még gólja ma, illetve hát a két kapusnak, Denisa Dedunak és Szia Szolbergnek, akik elosztoznak a játékperceken, mindegyikőjük 30-30 percet véd ezúttal. Denisa Deduje volt az első felvonás, Szia Szolbergé pedig a második. Denisa Dedu 7 gólt engedett az első játékrészben, ugye akkor azért még sokkal frissebb volt a hazai együttes is. Szia Szolberg viszont lehúzza a rolót, 24 perc alatt 3 gólt enged. Kovetićtől egy hatalmas lövés. A jól lerögzített kapu még mindig mozog. Maradt a 10-28. Hanzwickel Petrovićnak. Petro is tényleg nagyon aktív volt a mérkőzés elején, és kifejezetten jól kézilabdázott. Hanzwickel és Petrovic összjátéka után 42-esebb Bretner lő. Szolberggel van a kapufa, Kovetic. Jezsic, horvát összjáték, Sárosi a szerről, és ez is benn van. Kérem szépen, Sárosi Nanetta. Bizonyít Torodvár Moennek. A második fél időben pályára küldött fiatal szélső. 4 gólos, csak úgy, mint Kovetic. Közvetlenül az 5 találattal járó. Esztelenza Minkó mögött. Akár 20 gólos is lehet a különbség. Belül vagyunk az utolsó 5 percen. 10-29. Sikerül-e meglőni a 11. találatot? Most már ez is kérdés. Bretner, Hanzwickel, pályán közben védekezésben, 39-essel Barkóczi. És azt is el lehet mondani, hogy egyszerre a pályán Barkóczi és Sárosi.
csapatunk két fiatal tehetsége. Passzív jelzés a játékvezetőktől. Ez a blokk is jó. Rengeteg blokk, rengeteg jó védekezés és passzív akadozó hazai támadógépezet. Ez jellemezte a mérkőzés egészét. Az első négy hazai talált egyébként nagyon hamar befutott. Azóta viszont nagyon keserű a termés. Barkóczi támadásban is a pályán. Most kiperdül a kezéből a labda. El is csúszott a fiatal játékos Petrovics. Az idejét se tudom már, hogy mikor tudott utoljára igazi zicsert, tökéletes lövőhelyzetet kialakítani a hazai együttes. Petrovics, Hanzwickkel. Ez egy rossz passz, Bretter abszolút nem úgy ott volt. Barkóczik Mirovának, Mirova Jezsicsnek, tökéletes labda. És Jezsics úgy fest, hogy ma nem erőlteti a lövéseket, inkább ilyen pörgetett formában talál be. Húszgólos differencia, 10-30. Kevesebb, mint 3 perc a mérkőzésből. Petrovics. Vörös. Ugye az Esterházy második legeredményesebb játékos, a Pados Mónika nem lehetett itt ezen a mai mérkőzésen, és további mérkőzésekről fog lemaradni, hiszen hármas lábujjtörés szenvedett. Egy rossz talajfogásnál még a Fehérvár elleni fiasko alkalmával, és meg is kellett műteni. Mirová? Ő csúszik el. Két perc van vissza a mérkőzésből. 10-30. Barkóczik Mirovának, Mirova pedig Januszewicznek. Mirova és Jezsics között a váltás, Ülboly Januszewicz, kemény kontakt, Barkóczi, Januszewicz. Januszewicz fűzi be magát, a lövés gyenge. Két perces kiállítás, ebből a műfajból sem láttunk sokat a mai mérkőzésen. A 25-ösen játszó Kovela Tamarát küldik le a játékvezetők, 16-ossal pedig, nem látom pontosan, hogy mikor érkezett, de a siófoki nevelés, Tóth Alexandra a gólvonalon. Mindhárom kapusának játék lehetőséget biztosít tehát Debre Viktor. A labda az Egrieké, a hosszú indítás jó. Ott egy zicser és ott egy gól nagyon-nagyon hosszú idő után. Vörös Simonetta töri meg a gólcsendet, neki még nem volt találata. 11-30 és Tóroth vár Moen kér időt. A 11 gólból kettőt is ember hátrányban szerez az Esterházy. 1 perc, 19 másodperc, ennyi van vissza a két csapat összecsapásából. A csapatok újból a pályán. González, Januszewicz, Jezsics, Mirova, Barkóczi, Sárosi és a kapuban Szije Szolberg vendég részről. Mirova, Barkóczi. Vissza Mirovának, González le a szélre, az nem jó. González játszana most szélsőt. Ugye szélső pozícióban nem sok alternatívája van. Tórodvár Moennek gyakorlatilag Camille Austin és Simone Böhme a két bevethető játékos, hiszen Schuknelli ugye súlyos térdsérülésből épül föl, talán januárban térhet majd vissza. Illetve ugye a másik alternatíva Sárosi Nanetta, aki 4 gólnál jár a mai mérkőzésen, és bizonyít, viszont a szezonban egyelőre nem sok lehetőséget kapott a többi mérkőzésen. Közben Jezsicstől egy újabb gól, belül vagyunk jócskán az utolsó percen, tényleg csak másodpercek vannak vissza a mérkőzésből. Az is lehet, hogy Jezsics most állította be a végeredményt. 11-31 az eredményjelzőn, 15 másodperc. Ember hátrányban fejezi be a mérkőzést, a hazai együttes, a labda Petrovicsnál, sikerül-e belül jönni, 20-on belülre.
6 másodperc, Brettner vele szemben egy szabálytalanság, és ez egy időn túli szabaddobás lesz. Túl sok magas játékos nincsen hazai részről a pályán. Összeáll a fal. Falnak a legalacsonyabb tagja Sárosi és Jezsics egyaránt a két szélen. Sárosi átmegy a túlsó szélre, és Brettner az, aki leteszi a labdát. Összepacsizik az egykori ifi és junior csapattársal, Barkócival és Sárosival. Én a végeredménnyel búcsúzom innen Egerből, az Esterházy Egyetem sportcsarnokából. Esterházy SC, Siófok KC, 11-31 a Kántenői Kézilabda Liga 9. fordulójának előrehozott mérkőzésén. Szombaton tehát fantasztikus mérkőzés előzetesen az EHF kupából. 15-30-kor kezdődik a Vác-Siófok összecsapás, azt a mérkőzést a Sport 1 adja. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm operatőr kollégám Sinyi Zsolt munkáját, Őszi Ádámot hallották, további jó estét, kellemes hetet!